A Platinum Hajdúbihar megyei temetkezési vállalat 2016. évi temető üzemeltetéséről szóló beszámolója volt az első tárgyalt napirend a május 25-én megtartott képviselőtestületi ülésen. Karérén igazgató hozzászólásában kiemelte, hogy a bevételek átcsoportosítására volt szükség a fenntartáskor. A beszámolóból kitűnik ugye, hogy 2016-ban sem nyújtott fedezetet a temető üzemeltetés álbevétel annak kiadására, így aztán a temetkezési szolgáltatás árbevételéből kellett a veszteséget megfinanszírozni. Közel 3 millió forinttal volt kevesebb az árbevételünk a temetőüzemeltetés tekintetében, míg egyébként az összes költség, a temetőre fordított összes költség kevesebb volt, mert nem merültek fel olyan kiadások, ami költség, mint a temető térkép és az utak karbantartása. Évről évre rohamosan nő a hamvasztások száma, és még a hamvasztásos temetés, egy urnás temetés, ugye bevétel, ha temetőben helyezik el, de itt egyre nagyobb számba viszik haza az urnát, ami 2016-ban 24 esetben volt, és annak pedig semmiféle üzemeltetési álbevétele nincs. Megpróbálunk ugyanolyan szoros gazdálkodást folytatni 2017 évben is. A temetkezési költségek nem szeretnénk, ha növekednének, bár a garantált minimálbér emelés számunkra ez idén 12 millió forinttal lesz magasabb, mert korábban is magasabb volt a dolgozók bére, mint a garantált minimálbér, illetve béresítettem azokat a plusz juttatásokat, ami nem volt törzsbéresítve. 2018-ban a 12%-os bér emeléssel 21 millió forinttal lesz több a bérköltségünk, ami hát megkérdőjelezi, hogy hogyan lehet ebből a bevételből kigazdálkodni, mikor többet kell kiadni, mint amennyi lesz majd a bevétel, hiszen nem tudjuk kiszámítani, hogy ebben az évben milyen temetés számunk lesz, és a hamvasztás száma hogyan fog növekedni. A Hajdú kerületi és Bihari víziközmű szolgáltató ZRT ugyancsak beszámolt a tavalyi tevékenységéről, valamint tárgyalták a 2017-re vonatkozó üzleti tervét. A polgármester elmondta, rendkívül rövid idő állt rendelkezésre a képviselőknek a majd csak 100 oldalas dokumentum áttanulmányozására, és kérte, hogy a jövőben korábban küldjék meg a beszámolót. Támogatták a képviselők 3 tartózkodás mellett, hogy a 2016-os évre vonatkozóan a vízszolgáltató által fizetett köbméterenkénti bérleti díjat 12 forintról 30 forintra módosítsák. Ez egyébként nettó 11 milliós többletbevételt eredményezne az önkormányzatnak. A módosítás csak a 2016-os évre vonatkozik. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás tavalyi ellátásáról is olvashattak beszámolót, melyet elfogadtak a jelenlévők. Én képviselő azt gondolom, hogy egy olyan bonyolult és összetett munkát végeznek ebben az intézményünkben, amit elég nehéz követni. Annak, aki ugye nem szakmabéli. Mégis ennek a beszámolónak az elolvasása után, ami nem volt kis munka, az ember mégis egy olyan összetett képet kapott, amiről azt állapíthatja meg, hogy alapos, szakmailag kiváló munka folyik ebben az intézményünkben, de hát, hogy is mondjam, nagyon is fontos az, amit végeznek, tehát ezt nem lehet akárhogy csinálni, hiszen a gyerekeket érinti. Javaslatom önmagunk számára az, hogy először is, hogy üdvözöljem azt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekekre is kiterjed a nyári szünidei gyermekétkeztetés. Ez a jövőre vonatkozó célok, javaslatok című kategóriában található. Illetve a prevenció vonatkozásában úgy érzem, hogy a rendőrséggel való együttműködés érdekében majd mi is szólhatunk. Úgyhogy én feljegyeztem magamnak, hogy 2018-ban, amikor a rendőrségi beszámolót elfogadjuk és magasra tartjuk a kezünket, előtte azt azért egy kicsit piszkáljuk már meg, hogy szorosabb együttműködésre lenne szükség, mert ha valahol, akkor ezen a területen nagyon számít a prevenció. Maximális óvodai csoportlétszám túllépéséhez is hozzájárultak az ülésen, melyre a következő nevelési évre történő beiratkozások száma alapján volt szükség. Örvendetes előterjesztés volt, évek óta nem volt ilyenre példa.
hisz az elmúlt években sajnos egy lassú, de biztos irányú csökkenés volt tapasztalható az óvodák vonatkozásában, amit azt gondolom, hogy bölcs döntéssel az önkormányzat, illetve mint fenntartó a csoportoknak a létszámát nem csökkentettük, bízva abba, hogy egyszer majd a születendő gyermekek száma, és amikor az óvodáskorba érnek, ez magasabb létszámot fog eredményezni az óvodáknál, és most ugye a jelenlegi maximális csoportlétszám 25-ről 27 főre történő emelésére teszünk javaslatot. Ez azt jelenti, hogy reményeink szerint ez a trend tovább fog folytatódni. Az ülésen módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek is igénybe vehessék a szünidei étkeztetést, ezáltal a rászoruló gyermekek számára elérhetővé váljon a napi egyszeri meleg ebéd. A jelenlegi törvényi szabályozás a rászoruló gyermekeknek csak szűkebb körét érinti, ezt a központi költségvetési forrást egészítené ki az önkormányzat körülbelül 2 millió forinttal. Ebben az évben a közintézmények szolgáltató irodája élt azzal a javaslattal, illetve a vezetője élt azzal a javaslattal, hogy végezzünk számításokat arra vonatkozóan, hogy milyen költségvetési tételt jelentene az önkormányzat számára a korábbi évek tapasztalatai figyelembevételével, hogyha ezt megtennénk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek irányába is, és végül is ugye a tapasztalatok a korábbi évek igénybevételi számai alapján arra a megállapításra jutott a polgármester úr, hogy próbáljuk meg, hiszen 100-150 fős létszámmal lehet számítani maximum, aki igénybe szokta ezt venni, és ez végül is nem olyan nagy összeg, 2-2,5 millió forint körüli összeg, amiben az önkormányzat költségvetésében ez szerepet játszhat. A képviselőtestület rendeletet is alkotott, mellyel elfogadta az önkormányzat 2016. évi zárszámadását. A 16. évi költségvetésünk zárszámadása van mindenki előtt, és ebben a zárszámadási rendelettervezetben, illetve előterjesztésében megfogalmaztunk minden olyan tételt, amely a költségvetésnek a végrehajtásával kapcsolatosan felmerülhetett, illetve felmerült. A legfontosabb talán az, hogy a költségvetési előirányzaton közel 1 milliárd forinttal nőtt. Ami nagyon fontos, a szállítói állományunknak a jelenléte, ami ezelőtt egy pár évvel még éven túli volt, aztán lecsökkentettük 60 napon túlira. A 16 évet már 30 napon túli szállítói állománnyal zártuk, ami én azt mondom, hogy egy erős tendenciát mutat a javulás irányában. Kiemelném azt a tényt is, hogy kaptunk az önkormányzatokat segítő pályázatokat, ez Reki néven futó rendkívüli támogatás címen 35 millió forintot, ami szintén segített a gödölékeny gazdálkodásnak a végrehajtásában, és nagyon nagy jelentőséget mutat számunkra az, hogy tavalyi év folyamán az 50 millió forint tartalékot, ami fejlesztése lett elkülönítve, azt felhasználtuk a pályázatainknak a benyújtásához, az előkészítéséhez, amelyben ebben az évben támogatásra minősítettek. Legelsőnek is köszönetemet szeretném kifejezni, miután átolvastam ezt a zárszámadási rendeletet, és elsősorban azért, mert egy olyan város gazdálkodásának a képe rajzolódik ki az elolvasás után, ami egy stabil, fegyelmezett gazdálkodás képét mutatja, és megjelennek azok a pontok, amelyek a fejlődés irányába mozdítják a várost. Nem került itt szóba, de én azért mégiscsak hoznék egy-két számot is fel. Az egy nagyon fontos dolog, hogyha egy 2014-es év zárszámadási rendeletéhez összehasonlítjuk a 16-os év zárszámadási rendeleteit, azért összetudunk hasonlítani olyan számokat, hogy az akkori 422 milliós helyi adóbevételeink 581 millióra növekedtek. Ez egy hatalmas eredmény, amiben persze tudjuk a vállalkozásoknak és mindenkinek, aki a városért dolgozik, sok érdeme van. És ezek lehetőséget adnak többek között olyan 2-2,5 milliós költések, amit pont a gyermekétkeztetés kapcsán majd nap beszéltünk, hogy a kötelező feladatainkon kívül tudunk pluszt vállalni, és ennek azért számos példája volt az előző évben is. Én magam nevében és a pénzügyi bizottság nevében megköszönöm azt az áldozatos munkát, amit a pénzügyi bizottság végzett
egész év során, illetve a beszámoló összeállításában, ami egyébként nem csak tartalmas, olvasmányos is, illetve hát a táblázatok segítsége, melyeknek olvasása nekem egy kicsit gondot jelent, főleg az apró betűs részek, de azt gondolom, hogy egy olyan beszámolót tartunk a kezünkbe, amely mindenki számára megnyitató képet fest a város gazdálkodásáról. Jóvá hagyott határozata szerint az önkormányzat közös megegyezéssel megszünteti, amely 2010-ben az Út és Erény Közössége Egyesülettel megkötött bérleti szerződését a kórház területén található régi bölcsőde épületére vonatkozóan. A város az épületen a bérlő által elvégzett értéknövelő beruházások ellenértékeként 5 millió forintot fizet meg, mely az ülésen elhangzottak szerint jóval kevesebb, mint az elvégzett munka. A előterjesztésben is megfogalmazott 5 millió forintos értékkel. Az önkormányzat úgy gondoljuk, hogy egy jóval nagyobb értéket kap vissza, hisz egyrészt van az épületnek a toldása, másrészt ennek az épületnek a felújításával egy sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani. Nem utolsó sorban azért, mert a topos pályázatokban az óvoda fejlesztés során a Radnóti utcai óvoda, a székhely óvodánknak a teljes újjáépítése ideje alatt a gyermekeket el kell helyezni egy másik óvodaépületben, mivel más óvodaépületünk nincsen, ez tűnik a legjobbnak, és akkor itt úgy tűnik, hogy igazából egy tisztasági festéssel alkalmassá lehet tenni ezt az épületet az óvodásoknak a fogadására, hogy ott el tudjon kezdődni a munka. A következő nevelési év kezdetétől már a gyerekek ebben az óvodaépületben, vagy a volt kórházi bölcsőde épületében kezdenék meg az évet, és akkor gyakorlatilag akkortól a Radnóti utcai óvodának az építése is megkezdődne. Tájékoztatást kaptak a képviselők az új típusú település kártya bevezetésének előkészületeiről. Ennek kapcsán elhangzott, hogy milyen új funkciói lesznek a várhatóan augusztusban forgalomba kerülő kártyának. Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a 2011. decemberétől a szociális és egyéb települési támogatásoknak a kártyára történő utalásával tudjuk biztosítani ezeknek a helyben történő felhasználását. Emlékezünk, jelenleg utalvány formában azoknál a boltoknál lehet levásárolni ezt, ahol akikkel egyébként az önkormányzatnak együttműködési megállapodása van. Ez alapvető élelmiszerek felhasználását vagy vásárlását jelenti. Helyi kis és közepes vállalkozások, helyi székhelyű kis és közepes vállalkozásokkal kötöttünk megállapodást, gyógyszertárral, ami szintén helyben gyógyszertámogatás igénybevételére, illetve tanszer vásárlásra nyomtatvány és irodaszer boltokkal. Alapvető kritérium volt, hogy mind helyi kis és közepes vállalkozás legyen, helyi székhelyű, beregyőfelű székhelyű legyen. Ezekben a üzletekben történne a terminálnak a kihelyezése, az értelemszerűen a mi költségünkön, hogy ott gyakorlatilag készpénz, illetve egyéb utalvány mozgás nélkül le lehessen vásárolni ezeket a települési támogatásokat, amely természetesen továbbra is azt mondjuk, hogy nem zárt a rendszer. Jóval kevesebbel, azt hiszem 5-6-tal indultunk, és azt követően, akik látták ennek a hasznát, csatlakoztak, ami értelemszerűen a Berettyőfalban élő ezeket a támogatásokat megkapó lakosoknak is jó, mert minél szélesebb körben tudják felhasználni. Pályázat benyújtásáról is határoztak. A korábbi években a svájci hozzájárulás támogatásával kialakított modellprogram a Berettyőfalui Praxis Közösség megkezdett munkáját folytatná az EFOP alapellátás fejlesztését célzó támogatásával. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága egy kiemelt beruházás helyszínének kiválasztása kapcsán kereste meg Berettyói falu vezetését egy büntetés végrehajtási egészségügyi központ kialakítása okán. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy működő kórház közelében épüljön fel. Az általuk megjelölt beépítetlen ingatlan rész a kórház területén található, mintegy 8000 négyzetméteres. A beruházó ezt kéri ingyenes átadásra az önkormányzattól. A napirend jelentősége okán több vendéget is hívtak annak tárgyalásakor. Az előzetes tájékoztatóból kiderült, hogy a több milliárd forintos kiemelt állami beruházás sok előnnyel járna, nem csak a kórháznak, hanem a városnak és környékének is. A gyógyító intézmény műszerezettsége mellett egészségügyi dolgozóinak létszáma is bővülne. Összességében 200 új munkahely jönne létre.
A központ az elítéltek gyógyítását szolgálja, szükség esetén igénybe véve a kórház szolgáltatásait is, emellett természetesen a BV intézményeként a fogvatartottak őrzése is a feladata. Itt tulajdonképpen egy folyamatnak a kezdetéről van szó, ez egy lehetőséget jelent, a lehetőséget önök adják meg. Ha megadják önök a lehetőséget, akkor a Gróf Tisza István kórházhoz integrált módon, természetesen nem szervesen integrált módon, hanem megfelelően integrált módon megépülne az az egészségügyi központ, amelyik Magyarországon lenne az egészségügyi központ, tehát ide itt lennének ellátva a szabadságvesztésüket, idejüket töltő emberek. Egy megjegyzést hadd tegyek, ezeket az embereket a szabadságuktól fosztják meg, de az egészséghez, a gyógyuláshoz való jogtól nem. Következésképpen ezért kell megteremteni az európai gyógyulás és gyógyítás lehetőségét. Ez lehetőséget ad a kórháznak részben, hogy a felszereltségét a szükségletekhez igazítsa, ha konkretizálnék, akkor műszerbeszerzéseket is jelenthet. Lehetőséget jelent a szabad kapacitásoknak a esetleges kihasználására. Lehetőséget jelenthet többlet jövedelem szerzésre mind a kórháznak, mind azoknak, akik esetleg munkát vállalnak, nem kötelezően, de munkát vállalnak a leendő intézményben, és nagyon hosszú időre, nagyon-nagyon hosszú időre a kórház létét, létbiztonságát meg fogja oldani ez a objektum, vagy ez a szimbiózis. Ez a ellátási forma, ez annyit jelent majd, hogy nevezzük a megépítendő objektumot hotelnek, a hotelben gyógyul a beteg, és csak arra az időre kerül át a kórházba, amikor beavatkozást, diagnosztikát kell őnála elvégezni, és amennyiben az állapota engedi, a lehető legrövidebb időn belül visszakerül a hotelbe. A járóbeteg ellátást pedig bizonyos órák lesznek kijelölve, hogy akkor fogadják a BV-nek a betegeit, tehát itt is ketté válik a beteganyag, tehát a lehető legminimálisabb keveredés lesz a lehető legmaximálisabb biztonsági körülmények között. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amennyiben ez a döntés megszületik, és ez a beruházás megvalósul, a jelenleg városi kórházi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltató, a Gróf Tisza István Kórház szakmai színvonala palettája bővülni fog. Mert plusz szolgáltatások kerülnek ide, ami nem csak a börtönkórházban ellátottaknak fog szólni, hanem kompletten a városnak és a város vonzás körzetének. Vagyis lesznek olyan ellátások, amiért a jövőben már nem kell 30-40 kilométert utazni, hanem itt a helyszínen meg fogják kapni ugyanazon a színvonalon, mint amit arrébb 40 kilométerre vagy 30-al igénybe vehetnének, ami úgy gondolom, hogy szintén nagyon fontos és nagyon jó a város lakói számára. A kórház túlélése szempontjából pedig szintén nagyon-nagyon fontos, mert most jelenlegi viszonyok között azért nehézségekkel küzd. És a szomszéd egy igen erős szolgáltató, aki azért nagyon sok mindent el tud vinni, különös tekintettel arra, hogy gyakorlatilag mindent tud nyújtani, ami ma Magyarországon elérhető. Úgyhogy a fenntartó részéről maximálisan támogatjuk ezt az elképzelést. Én egy dolgot, ami mindnyájunk számára azért jobban érthető és kézzelfoghatóbb, nem vagyok politikus, ezért mondhatom, hogy terveink szerint MR készüléket, műmese kezelést és az onkológiai kezelésnek egy részét szeretnénk klinikai támogatással Berettyóújfaluba letelepíteni. Hangsúlyozom, ez a mi erős szándékunk, és nyilván a BM-nek is ez egy szándéka, illetőleg ők is támogatni fognak minket ebben a dologban, és még számos egyéb olyan apró fejlesztések lesznek, amik nem ennyire látványosak, de mindenféleképpen a szakmai színvonalunkat emeli. Amit Németh László főigazgató úr a lelkemre kötött, és mindenféleképpen szeretnék, hogyha megvalósulna, ennek a projektnek az ellátásához orvosra és nővére lesz szükség. Tehát nekünk a személyzet fejlesztését is meg kell oldani. Ezt
amennyiben a kormányzati kijelölő döntés megszületik, és nyilvános lesz, és mi leszünk a befutók, abban a pillanatban elkezdhetjük azt a munkát, amivel akár fiatal, akár szakképzett kollégáknak a ide csábítását, ide telepítését megoldjuk. Kérdezhetik, hogy ugyan miből, mikor a kórháznak most sem nagyon van erre pénze. Arra a ellátási formára, amire szerződni fogunk a egészségügyi központtal, mely szerint ők a szolgáltatást megvásárolják tőlünk valamilyen formában, erre a plusz bevételre alapozott plusz személyfejlesztéseket tervezünk, és ez szintén nem csak a büntetés végrehajtásnak, hanem a kórháznak is hasznára fog válni. Büntetés végrehajtás férőhely fejlesztési programja kapcsán 8 új börtön és egy egészségügyi központ építése az elkövetkezendő időszak feladata. 8 helyen működik toborzóirodánk, ugye innét egy nem messze Komádiban. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a büntetés végrehajtás és a belügyminisztérium vezetése is arra, hogy megfelelő kiválasztás után arra alkalmas kollégák kerüljenek a szervezet állományában. Amennyiben a döntés megszületik, nyilvánvaló, hogy a toborzást itt a településen is nem az egészségügyi, hanem a büntetés végrehajtási szakszemélyzet vonatkozásában a szervezet meg fogja kezdeni, bejáratot és jó módszereit alkalmazva. Ma már ugye alapfeltétel, hogy minimum érettségi, néhány helyen van, ahol szakmunkás végzettséget a szervezet elfogad, illetőleg a szolgálatellátás alapfeltétele, hogy minimum 2 modult kötelező elvégezni, ez egy 6 hónapos bentlakásos tanfolyam. 2 jó híre szolgálatom, de majd a toborzóirod ezt véletlenül erősíteni fogja. Az egyik az, hogy mi azonnal állományba veszük az új kollégákat, tehát normál illetményt és mindenfajta juttatást megkapnak, ami erre vonatkozik, a másik pedig hát mi meg tudjuk mondani, hogy hol van a szolgálati hely, és hát azt is meg tudjuk mondani, hogy vélhetően ez hosszú távon munkát biztosít a testülethez szegődők számára. A képviselők hozzászólásaikban a beruházás pozitív következményeit emelték ki. A tegnapi bizottsági ülésen, illetve a mai napon, illetve az előterjesztésben olyan pozitív benyomások értek bennünket, ami azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a létesítménynek az előnyeit hangsúlyozza, és ez végeredményben a város számára kívánatos létesítmény lesz. Én azt gondolom, hogy vélhetően azért ennek lesz egy társadalmi visszhangja a városban, és arra kérném tisztelt vendégeinket, hogy a későbbiekben szíveskedjenek nekünk kollégáik, vagy bármilyen módon a közreműködésüket biztosítani adott esetben lakossági tájékoztatás, lakossági fórum céljából, illetve hogy a lakosságot is tudjuk oly mértékben tájékoztatni ennek a dolognak a pozitív oldaláról, hogy ők is el fogják ezt fogadni, vagy el tudják majd fogadni. Nem hiszem, hogy ma itt tartózkodás vagy nem fog születni. Nem csak az jogosít fel erre a gondolkodásra, hogy 2 bizottság már megszavazta, hanem az, hogy nekünk, akik ugye örök bélyeget viselünk magunkon, mi szerint az ország 33 leghátrányosabb helyzetű térsége vagyunk, igyekszünk minden ciklusba tenni azért, hogy kiléphessünk ebből a nem igazán jó körből. Ez a beruházás azt jelenteni, hogy egy újabb munka lehetőség azoknak, akiket sikerül megtartanunk a város számára. Márpedig nem a képviselőtestület tudja megtartani a fiataljainkat, hanem a munkahely. Azt gondolom, hogy csak örömünkre szolgál az, hogy Berettyújfalu neve felvetődött, mint egy lehetséges helyszín. Bár már nem tulajdonosai, nem működtetői, fenntartói vagyunk a kórháznak, de azt gondolom, mint a legnagyobb foglalkoztató iránt érzett felelősségünk, az nagyon fontos, hisz sok száz család egzisztenciálisan kötődik a kórházhoz, nem beszélve az érzelmi okokról. És minden olyan láb, amely a kórháznak a létét biztosítja,
az csak segíti az ő munkáját. És itt visszautalnék, hogy egy korábban tájékoztatóban megfogalmazottakra, miszerint a fürdőnek a gyógyászati célú fejlesztésével, ugye a Gróf Tisza István kórháznak egy újabb lábát, ugye a mozgásszervi rehabilitációnak a gyógyvízre épülő balneológiai kezelések kapcsán egy pályázat keretében, hogyha ezt meg tudjuk valósítani, egy újabb, egy harmadik lábat is tudunk mellé eszkábálni, és minden egyes ilyen, amellyel biztosítani tudjuk a kórháznak a elkövetkezendő ennyihány évtizedét, akkor azt gondolom, hogy nem cselekedtünk hiába. A Büntetés Végrehajtási Egészségügyi Központtal kapcsolatban elhangzott, hogy egy 220 ágyas egészségügyi intézmény épülne, körülbelül 200 fős személyzettel. A kórház ellátási száma pedig 18 ezerrel növekszik. A képviselők végül egybehangzó igennel támogatták a terület állam részére történő átadását.